Szevasz, Negró. Szevasz, Negró. Negró, Szevasz, szevasz. Negró. Nyíregyháza mellett egy kertes házba egy idősebb hölgyhöz odaszállt, bekereste a társaságát, és ráköszönt, hogy szevasz, Negró. Hát innen tudtuk, hogy ez egy nevelt madár. Tulajdonképpen felvettük a kapcsolatot az országban mindenkivel, akinek lehetett hollója, vagy aki élet, de hát mindenkié meg volt. Negró, szevasz. Szevasz, Negró. Magyarország legnagyobb és legrégebbi madárkórházában vagyunk. Ez az Extrém Állattartók, én Zsótér Indi Dániel vagyok. Déli Balázs a Hortobágyi Madárkórház legrégebbi dolgozója. Nála talán csak édesapja, dr. Déli János foglalkozik régebb óta madarakkal, eleinte hazaszállította őket. Volt olyan eset is, hogy akár a mi szobánkban, a gyerekszobában volt elhelyezve egy-két ilyen vörös vércse. Maga a szakma talált meg engem, nem pedig fordítva. Majdnem elkanyarodtam tanulmányaim során, de valahogy mindig visszakerültem. A madárkórház tevékenysége már 1984 óta tart, de csak 1999-ben lett belőlük alapítvány, kezdetben évi 200-300 madarat gyógyítottak meg. Ő egy rétisas, szántöréssel került be hozzánk. Ugye műtéti úton törött csont az össze lett illesztve, szépen gyógyul, már kalluszosodik, bízunk benne, hogy mielőbb összefor. Nap az úgy indul itt, hogy az előző esti, ami reggelre beérkezett, azt ellátjuk, illetve felkészítjük a műtétre. Nincs jelentősége, hogy eszmei értéke az adott madárnak konkrétan mennyi, tehát nem csak védett madarakat fogadunk. Egy veréből az ugyanazt az ellátást megkapja, mint egy rétisas. Egy harmada hozzánk érkezőnek azok az áramütöttek, másik egyharmada azok a baleseti sérültek, a harmadik egyharmad pedig a mérgezéses esetek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-en vannak jelenleg ebbe a kórteremben egerészőívek. A egerészőíveket körülbelül minden három veszélyforrás érinti. Hát egy kicsit idegesebbek, de így, hogyha finoman... Lehet, hogy inkább nagyon zavarja őket. Egyszerre általában egy olyan 5-600 madár van bent a kórházban. Ezekben a kórtermekben vannak, tehát épületen belül. Ezek azok a madarak, akik még intenzívebb ellátást igényelnek, tehát műtét előtt vagy műtét után vannak. Javarészt fajonként vannak összetéve, illetve hát mivel annyi kórtermünk nincs, ahány madárfaj él a Magyarországon, azok a fajok vannak még összerakva, akik ugye megférnek egymás mellett. Itt rigók, fecskék, verebek, egyéb énekes madarak láthatóak. Ő egy molnár fecske, szintén fiatal, nevelve volt. Most itt már önmagától táplálkozik, viszont repülni még annyira nem repül jól, tehát nem egy tapasztalt madár. Itt ebbe a kórterembe még egy picit gyakorol, mielőtt szabadon engednénk. Vannak olyan kollégáim, akik Balmazújvárosról, Debrecenből járnak be, és hogyha délután vagy este folyamán talál valaki valahol sérült madarat, akkor ők este a saját lakhelyükön ezt még átveszik a munkaidő után is. Mindig fogadtunk kapacitáson felül is madarat. Most már évente több mint 1500 madarat látunk itt el.
kezedbe adom, hogy a lábát kell tartsad, meg a fejét, de úgy, hogy el ne engedd semmi szín alatt, mert a csőrével is nagyot tud csípni, illetve a karmával azt jó be tudja mélyezteni. Ha valakit már hátára fektettek, az megadja magát, tehát nem fog ellenkezni. Nyilván nem kell oda passzírozni az asztalhoz, de érezze, hogy ő most tartva van, megfogva. Balázs felvezetője után azt éreztem életemben először, hogy az egész extrém állattartók sorozatba bele se kellett volna vágnom. Hogy miért? Rettegtem tőle, hogy a dobozban lévő vörös vércsében véletlenül kárt fogok tenni, amiért cserébe tőből le fogja tépni a karom. De innen már nem lehetett visszafordulni. A fogás az majd pontosan így lesz, és a kesztyű alatt fogod át. Itt a kesztyű alatt a két lábát, megvan a két lába, elengedhetem. Most kicseréljük a kötését, ő már egy régebbi paciens, neki a napi ellátása következik. Sajnos ő már nagy valószínűséggel tartósan sérült marad. Ugye áramütésnél a szövetekben, vagy a hajszálerekbe bealvad a vér, ezért ugye a maga a végtag nem kap megfelelő vérellátást, és ezért ugye elkezd elhalni, ahogy most látjuk is itt a sebben. Igyekszünk minél többet meghagyni a szárnyából, élve hagyni, hogy ugye egyensúlyozni zárt térbe azért attól még tudjon, tehát repülni ő már sajnos nem fog tudni. Itt látszik, hogy itt ebbe a foldba, ezen a részen itt már el is halt a maga a szárny. Itt viszont látható még élő szövet. Most azt szeretnénk, ugye, hogy ez az élő szövet ez minél inkább terjedje, minél több megmaradjon. Egy steril környezetbe, egy steril kötésbe tesszük, hogy az élő rész az még tudjon tovább terjedni. Ez az elhalt rész pedig szépen le fog válni. Áramütéskor közvetlenül utána még tünetmentes a madár, tehát még elrepül 15 kilométert, és ezek az elhalásos tünetek egy héttel később kezdenek csak el előjönni. Nem minden esetben van égési sérülés, hanem kívülről nem látható a közvetlen hatása az áramnak. Emberkézbe már akkor szoktak kerülni, amikor látható jelei vannak. Az a baj, hogy olyankor már az elhalt szövettel nem tud az állatorvos se kezdeni semmit. A vörös vércsék főleg, hogyha élettelen szövet van a szárnyukon, és azt nem érzik, akkor azt elkezdi csipegetni, enni, és ilyenkor sajnos felsérti az élő részt is. Kálium-jodidos kenőcs a szóval. Nincsen, doktor úr most írta a receptet, most mit keres, remélem. Mit kenjek akkorra? Hát spring van, meg fekete nadájtőkrém, vagy kék lukács kenőcs. Kék lukács kell nekem, akkor hozom. Tehát az összes kötszert itt, amit látható, illetve a gyógyszerek nagy része, azok mind állatorvosi, vagy pedig humán rendelőknek a felajánlásai. Most egy ilyen antibiotikumos kenőcsöt kenünk rá, sterilen tartja magát a sebet, tehát esetleges elfertőződés ellen hámosodást, illetve a szövetek regenerálódását serkenti. Ilyenkor fáj még neki a szárnyak, vagy inkább csak attól ezt ideges? Ezt már attól ideges, hogy ugye fogjuk. Tehát a szárnya neki ez már nem fáj, az a rész, amit ott mutattam, az már elhalt. Igen. Sajnos. Ebbe. Akkor ezt átadom neked. Ja, köszi. Jó van, kis madárka. Szegény vércse valószínűleg jobban meg volt ijedve, mint én. Minden esetre már nem kell sokáig ebben a kalitkában ücsörögnie. Hamarosan mehet a társaik közé. Szándékosan szűkek ezek a kórtermek, hogy mondjuk ne repkedjenek, ne mozgassák, ne terheljék a törött szárnyukat vagy lábukat éppen. Ezért ugye egy kicsit el is szoknak a mozgástól. A takarítás, illetve a kezelések sűrűsége miatt egy kicsit szelidülnek is a madarak, vagy hozzászoknak az emberi jelenléthez. Ezért elengedés előtt egy nagyobb röbdébe kerülnek, az itt látható. Itt már újra találkoznak más fajokkal, illetve embert azt egyre kevesebbet látnak itt bent már,
illetve ebbe a röbdébe van egy villanyoszlop párunk, ami egy gyenge áramú villanypásztorral van ellátva. Itt még egy ilyen leszoktatást is kapnak, ugye megtanulják, hogy ne üljenek fel olyanra, ami így néz ki. Itt eltöltenek durván egy olyan 2-3 hetet, van amelyik másfél hónapot, ez attól a röpképétől is, illetve a mozgásától is függ, hogy mennyire repül már újra jól, és utána kerül be még egy-két hétre abba a nagyobbik röpdébe. Javarészt ők most tartósan sérült sasok, akik bent vannak. Ő áramütés következtében vesztette el a szárnya végét. Van még itt bent olyan sasunk, aki műlábbal él. Fél lábát azt elvesztette sajnos, mert egy ágvillába akadt fenn. Mire valaki megtalálta, addigra már annyira szétgincsolta azt a lábat, hogy ripityára tört, sőt el is kezdett halni. Főleg egy ilyen súlyú madár. A megmaradt lábát azt ugye egy-két hónap alatt tönkretenné, sajnos túlterhelni. Ezáltal hasra kényszerülne, és ebbe el is pusztulna előbb-utóbb. Számoljunk egy kicsit. Évi 1500 madár vizsgálata, gyógykezelése és tartása, a gyógyszerek és vizsgáló berendezések megvétele és karbantartása, az állatok etetése, a kórtermek és a röbdék és magának az egész épületkomplexumnak a fenntartása. Vajon miből gazdálkodik a madárkórház? Hát állami költségvetésből ugye nem civil szervezetként nem jut nekünk. Támogatásokból tartjuk fent, ezek magánszemélyek és cégek, illetve az adó 1%-ból tartjuk fent ezt a tevékenységet. A kórház az látogatható. Egy jelképes támogatói belépőjeggyel lehet ugye megtekinteni a munkánkat. Fizetést azt kap 10 kollégánk, ugye ez a minimál bér környék mozog. Többi munkaidejét azt végül is önkéntesként végezzük, önkéntesek is vagyunk egy, nem feltétlenül az anyagi vonzata miatt dolgozunk itt. Nehéz, sok munkával jár, de a madarak hálája az, ami kárpótol minket.